vagytok ebben a melegben is, és hát mi csak üdvözölni tudjuk a kormánynak ezen kezdeményezését, ami mögött nem tudjuk, hogy mi áll, hogy miért hívják össze ezt a rendkívüli országgyűlést, és mire vonatkozik ez a mostani megbeszélésük, ugyanis hát 2011-ben, amikor a Kósa és a Rogán féle 8 pontos törvényelőkészítést előhozták, vagy egyáltalán foglalkoztak vele akkori nyomásra, hát mi ott letettük az asztalra jogilag is, és mindenféle szakmai háttérrel biztosítva, ügyvédek által összeállítva megoldási javaslatot. És a megoldást is arra vonatkozóan, hogy ezt az egész társadalmat érintő problémát hogyan és milyen módszerrel tudják megoldani. Akkor is, és én azt gondolom, hogy most is, a civilek, a civil társadalmi szervezetek vezetői, akik szakmailag hozzáértenek ehhez a témához, vagy szakmailag foglalkoztak vele az elmúlt években, azok mind-mind diszletnek kellenek ehhez, és a mostani kormányülésnél is azt gondoljuk, hogy diszletnek kellünk, és diszletnek használnak bennünket arra, hogy megkérdeztek, mondván egy olyan civil szervezetet, aki halvány gőzünk nincs róla, honnan tudja például a CÖF, hogy a devizahitelesek mit csinálták 2008-ban, vagy 2004-ben, amikor fölvették a hiteleket. Nem azokat a szakmai szervezeteket kérdezik meg, és ez mind-mind megtévesztés, mind ahogy azt gondolom, hogy a mostani kormányülés is egy megtévesztés, egy terelés, és akik nincsenek itt köztünk devizahitelesek, azokat mind-mind meg tudta téveszteni a kormány, hogy ő megsegíti őket. Miben? Árfolyamgátba, amikor duplájára emelik és duplán rögzítik a tőkét, azon az értéken rögzítik, amit föl sem vett, meg végtörlesztés, meg nem tudom én micsoda, meg eszközkezelő. Hát emberek, ki adja oda a kulcsát az eszközkezelőnek, miért nem adják oda nekem? Egy nap alatt én is ki tudom lakoltatni utána, mert lemond a tulajdonjogáról. Itt egy csomó olyan becsapás, csomó olyan hazugságot hozott a kormány döntés, megsegítő címen, ami nem segített a devizahiteleseken. Egyetlen egy nagyon egyszerű megoldás. Eddig nem mondtuk el, de most kimondom. A hitelintézeti törvény 210-es paragrafusát törölni kellene. Ki kellene húzni a 210-es paragrafust a törvényből. Ez nem kell kétharmad. Nem kell nagy törvényhozás. Ezt egy külön ülésen is meg tudnák csinálni, de nem akarják. 5 éve könyörgünk, hogy a 12/2003-as kormányrendeletet, nem törvényt, töröljék el. De nem akarják megtenni. Nem akarnak segíteni. Emberek, ébresztő, mikor veszik már észre a devizahitelesek, hogy nem őértük van a kormány, nem őket akarja megsegíteni, hanem azokat a bűnözői csoportokat és mafiózó végrehajtókat, akik ebből élnek. Ha meg akarná segíteni a kormány az embereket, a devizahiteleseket, akkor nem lenne végrehajtói kamara, és nem lenne közjegyzői kamara. Törvényellenes, alkotmányellenes a közjegyzőknek a tevékenysége. Alkotmánybírósági döntés van róla. Határozat száma van annak, hogy amit a közjegyzők 2010. július 1-e óta végeznek, az bűncselekmény. Le van írva alkotmány. Bíróság által megfogalmazva. És engedi a kormány, engedi a rendőrség, engedi az ügyészség. Senki nem foglalkozik ezzel a témával. Én külön kérem a médiát, hogy ezeket a valós tényeket, valós igazságokat hozzák a nyilvánosságra, ne azt, hogy a kormány megsegít. Ha a kormány meg akarna segíteni, akkor a Rogán és a Kósa féle törvénymódosításnál, törvényjavaslatnál már segített volna 2011-ben. Nem akarnak segíteni, jól látható, hogy nem akarnak segíteni. Ezzel az kormányüléssel, ezzel az összehívással, rendkívül összehívással megint a szánkat akarják befogni, megint el akarnak bennünket, és szét akarnak osztani, meg akarnak osztani, hogy nehogy egyesüljünk, nehogy összegyűjjünk, és nehogy egységbe föl tudjunk lépni ellenük. Mit gondoltok, miért van a Dubrovszky? Nincs neki hivatala, kineveztek egy senkit, egy könyvkiadó valakit. Halvány lila pingja nincsen, bocsánat, arról, hogy mi az a devizahitel. Nem emlékszik rá senki, hogy a kormánnyal összebújva, összecsókolózva akartak meg bankot csinálni. Most meg ő a pénzügyi biztos. Hát ki ez az ember? Hivatal nélkül.
Őt azért állították oda, hogy a devizahiteleseknek a vezetőivel tartsa a kapcsolatot, kiszedje belőlük az információt, hol akarunk, mit akarunk, hova akarunk lépni, merre akarunk mozdulni. És a kormány majd ez alapján szépen esakkozik velünk, hogy na akkor most ezzel beszélünk, na akkor most ezt csináljuk, na még eddig emehetünk, a devizahiteles hadd dögöljön meg. Emberek, ébresztő! A végrehajtó kamara és az összes végrehajtó magáncégként saját vagyonukat növelve a Q7-eseikkel, a Balatonon nyaralva és luxus körutakra járva az emberek kizsákmányolásából él. Ha nem ütünk oda, nem csapunk oda, nem szedjük szét őket, és holnap nem megyünk el a végrehajtó kamara elé, a közjegyzői kamara elé, és kiemelten az OTP Factoring elé, akit hiába jelentünk fel a rendőrségen, ügyészségen, kb. 180 feljelentésünk van elutasítva, és nem merik megkezdeni ellenük a büntető eljárást, és rabolják ki az embereket, és veszik el a házaikat úgy, hogy a tulajdonjogokat jegyzik át, és vezetik át, és rakják ki az embereket az utcára a háttérben. Figyeljünk oda, mert a törvény módosításnál, a törvényjavaslatoknál, a devizahiteleseket megsegítő törvénynél a hitelintézetés. Mindenki tudja, hogy Magyarországon hogy épül fel a törvénykezés. Van az alkotmány, van a polgári törvénykönyv és a büntető törvénykönyv. Utána jönnek a kormányrendeletek és a törvények, amit a kormány vagy akármelyik önkormányzati testület hozott. A hitelintézeti törvény az messze menőkig ellentétes a polgári törvénykönyvben leírtakkal. Nézhetjük a kamatot, nézhetjük a TAM-et, a polgári törvénykönyv mindent meghatároz. Magasabb rendű, mint a kormányrendeletek vagy a hitelintézeti törvény. Mégis az összes bank ellentétesen a polgári törvénykönyvvel, tehát a bíróságok ellen menve, arra hivatkozik, hogy az ő hitelintézeti törvényükben mi van. Kit érdekel? Ki látta az általános hitel, vagy az üzletszabályzatokat, mikor aláírta a szerződést? Senki. De mégis arra hivatkozik a rohadék, nem? Miért hivatkozik rá? Mert egy rohadt családgyilkos bank, aki az emberekből akar meggazdagodni, és abból szedte a sápot, és abból nyaral az összes rohadt bankvezető most is. A bankszövetség minden egyes tagját, dolgozóját vagyonelkobzással börtönbe kell zárni, nem adjuk ez alatt, hogy az összes bankvezető, aki elkövette ezt a társadalmat kifosztó tevékenységet, az börtönbe teljes vagyonelkobzással ne végezze. Az összes végrehajtó, aki kilakoltatást ezekből a semmis devizahitelekből kilakoltatást kezdeményezett, vagy a kilakoltatást, vagy a birtokba vételt megtette, azokat mind-mind akasztófára, az útszélén végigrakva, a rohadtat mindet föl kell akasztani, amiért ilyen szemétláda volt, hogy embereket, családokat, gyerekeket tett tönkre. A közjegyző kamara, aki alkotmányellenesen tevékenykedik, itt Magyarországon nem dolgozhat tovább. Ki kell követelnünk a törvényeket. Magyarországon a jog legyen, és ha semmisek a szerződések, ha semmi szerződésből eredő összes következmény, semmis, törvényellenes bűncselekmény, amíg ezt nem állunk ki ez mellett, és hagyjuk és várjuk, hogy valaki majd hoz egy megsegítőt, mikor 2011 óta nem segített, nem akart megsegíteni, mindannyian döglünk bele ebbe, és hal éhen a gyerekünk. Végignézzük, hogy az unokáink, gyerekeink éhen halnak. Akkor tegyünk érte!